Köszöntöm a hitélet nézőit. 20 éve hunyt el Csiha Kálmánné, nagyemese főtiszteletű asszony, a nőszövetségi szervezetek beindításának zászlóvivője. Lelkipásztorként, a néhai Csiha Kálmán erdélyi református püspök feleségeként, nőként, példaképként emlegeti nem csak gyülekezete, de erdélyszerte a nőszövetségek tagjai, akikben emléke, hitvallása, életszeretete ma is frissen él. A mai hitéletben az ő emléke előtt tisztelegve beszélgetek meghívott vendégeimmel, akiknek élete meghatározó szakasza összekapcsolódik a tiszteletes asszonyéval, Emese néniével, mert őt mindenki ma is csak így emlegeti, mint ahogy a néhai püspököt is Kálmán bácsiként. Szeretettel köszöntelek benneteket a stúdióban. Mi sokat beszélgettünk az adás előtt a Csiha házas párról, és akkor figyeltem fel arra, hogy én magam is szívesen Emese néniként és Kálmán bácsiként emlegetem, de azt hiszem a többség tényleg így hívja őket, még szó sincs arról, hogy a tisztelet hiánya egyszerűen olyan nagyon közeliek hozzánk, hogy nem is tudunk másként tenni, ugye? Igen. Talán ez kifejezhetetlen. Hát most, hogy éppen számolok magamba, hogy hány éve ismertem, vagy hogyan jelent meg az életemben, és úgy keresem magam, hogy mert nagyon korai élmények azért. Hát 1985 talán az, amikor együtt kezdtünk ifjúsági bibliaórára járni, és 86-ban ugye, hát Kálmán bácsi, mint esperes, sokszor kiszállásukra ment vasárnap, és minket vitt kirándulni. Sose felejtem el, biztos te is ott voltál Ratosnyán, amikor Farkas Vilmos beiktatása volt, és nagyon kedves emlékeink vannak. Mielőtt az emlékekről kérdeznélek, nagyon kíváncsi vagyok természetesen ezekre is, az Emese nénivel készített utolsó interjút megkaptuk, és ebből egy-két meghatározó mondatot szeretném, hogy nézzünk meg most együtt. Ezek a mondatok azt hiszem nagyon-nagyon hűen tükrözik, hogy milyen asszony is volt Emese néni. Asszonyok, induljatok el lelkeket menteni, álljatok férjeitek mellé, háborús idők és minden után, hát már régebben volt, de és tanítsátok meg férfiatok, férjeitek által megtölteni a templomot. És valahogy ez a lelketmentés, a szenvedő emberek lelkének megmentése, ez is a nőszövetségünk egyik alapja, alapgondolata. Az, hogy szolgálni akarunk, nem akarunk mi más nőszövetséget. Szolgálni ebben a világban azoknak, akinek arra szükségük van. És akkor folytassuk az emlékekkel, jó? A mindhármatok emlékével, első benyomásával, amit már elkezdtetek, még Erzsébet várjuk, igen, hogy hogyan került lehet, velük kapcsolatba. Én ismertem meg leghamarabb Emese néniéket. 71-ben került Emese néni a kis templomba, segédlelkész nőként, Nagy Lajos esperes úr mellé, és akkor tanulóként oda jártam templomba, és Kálmán bácsit megválasztották a vártemplomba, szintén ő is beszolgált, utána pedig, vagy azelőtt már lehet, hogy a szabadi útra választották lelkésznek, és hát nekem nagy élmény volt őket megismerni. Már akkor, mert így 20 év táblatából másként is beszélünk róluk, nagyon nehéz lehet felidézni nektek akkori önmagatokat. Hisz kaptatok egy lelkész házaspárt, és kérlek, hogy próbáljatok arra gondolni, hogy akkor fiatal lányokként hogyan láttátok őket, milyen habitusuk volt, milyen kisugárzásuk volt. Én azért visszamennék 85 előttre. Tehát nekem nagyon korai ilyen 80-82-es emlékeim vannak, tehát még egész kicsi vallásórás voltam. Tehát, hogy úgy emlékszem is Erzsébetre.
Tehát, hogy a kisgyerekeket én tanítottam. Vallásorrá, tehát hogy ez is érdekes, hogy ma már ilyen barátnői lelkitársként vagyunk jelen a mindennapokban, de hogy akkor, én ahogy emlékszem, Erzsébet, te is ilyen vallásórát tartó. Igen, mert az óvodás elsősöknek tartottam, és tényleg akkor nagy-nagy létszámú csoportok voltak, tehát óvodás is volt, vagy 30. Lelkész feleség voltál már akkor? Nem. Még fiatalként. Igen, tehát ifj voltam, csak megkértek, hogy segítsek. Álljunk meg egy pillanatra. Arról az időszakról beszélünk, amikor még templomba járni se mertek bátran az emberek, mertek, de kihallgatásokra kellett utána menniük. Arról az időszakról beszélünk most, amikor hát nem volt jellemző az ifi csoport, a bibliakör, a legtöbb gyülekezetben, hisz ezek a 90-es években indultak be. És ti emlegetitek nekem ezeket. Ezek szerint a Gecse utcában már... ifjúsági csoport volt, 80-85-ön is voltunk egy-egy biblia órán, vasárnap délután, és utána bementünk a templomba istentiszteletre, délutáni istentiszteletre. Mindig az autók megálltak, hát úgy nem sok autó járt abban az időben, de ott mindig vonultunk át tömegesen a fiataluk, és hát számomra most talán bemutathatom, egy prédikációs kötettet hoztam magammal. Nagyon kedves ez a kép, az Emese néni képe van itt a prédikációs kötet borítóján, ez 1999-ben jelent meg, ugye halála után, de azért fontos számomra ez a kép, mert többször láttuk így, mindnyájan a templom előtt, mikor kijött istentisztelet után a kulcsokkal, bibliával, énekeskönyvvel a kezében, az életük és az ige hirdetésük összhangja volt az, ami megragadott mindig Emese néniben, Kálmán bácsiban. Mindig, amikor bármilyen problémával, és én ezért az 1985-höz kapcsolnám, mert akkor kapcsolódtam be az ifjúsági csoportba, és akkor kezdtünk járni többen is. Azért mérvadó, mert édesapám gyógyíthatatlan beteg lett abban az időszakban. És nagyon sokat, nem csak ifjúsági bibliaórára mentem, hanem naponta mentem templomba. És naponta délutánonként hallgattam az ige hirdetéseiket. És életem ennek a nehéz időszakában tulajdonképpen a tanácsok, a lelki gondozói ige hirdetések, úgymond valahogy a pálya választásomat is megváltoztatták, mert orvosira készültem. Orvosira készültem 3 évig, a Bori nővére is oda készült, és aztán őt föl is vették, és orvos. Én is oda készültem, de felvételi előtt egy évvel egy ige hirdetésről hazamenet, kinyitottam a Bibliámat, ami nálam van, és egy olyan igét olvastam, amivel másnap elmentem Emese nénihez és Kálmán bácsihoz, és elmondtam, hogy én ezt az igét úgy értelmezem, hogy nekem nem orvosként kell testi betegeket gyógyítanom, hanem lelkileg, mert édesapám gyógyíthatatlan. De édesapám, hadd mondjam, hogy mai napig él, 72 éves lesz, meggyógyult. Akkor 45 éves volt, amikor beteg lett. Ildikó, és ez nagyon sokat jelentett számomra. Meghatározó emberek voltak mindnyájatok életében, és azt hiszem, tényleg a te példáddal a legjobban látszik ez. De olyan természetességgel beszéltek olyan dolgokról, amik mi is több mint 100-an konfirmáltunk 85-ben, de nem volt ifjúsági életünk se előtte, se utána. Ti pedig beszéltek egy olyan időszakról, és napi rendszeres délutánokról, igen, hogy még én is úgy meglepve idézem fel az akkori önmagam, hogy például nem tudtam róla, másik gyülekezethez tartoztam. Igen, reggel is volt Isten tisztelet, különben minden reggel. Fél 8-tól. Igen. Emese néni azt nyilatkozta, hogy mindent, igen, lehet,
mindent lehet, csak akarni kell, és ezt egy nagyon természetes öntudattal és hittel tette. És szeretettel. Erzsébet nekem meséltél arról, hogy szerdán délutánunként nők a Bibliában. Igen. Tehát, hogy nem csak a fiatalokkal foglalkoztak abban az időben és a napi igehirdetések. Ugye még egyszer emeljük ki, hogy Emese néni lelkész is volt, és lelkész feleség. Tehát, és aztán püspök feleség, aki feleségként támogatta a férjét, lelkészként pedig a nők példaképe, vagy akár zászlóvívője volt. Ahogy említettük, visszatérve rád, amikor fiatalként oda melléjük kerültél tisztviselői funkcióba, és hihetetlen mozgalmas életetek volt, erről egy kicsit. Tehát én diák voltam, amikor megismertem, és ahogy Bori mondja, minden reggel úgy mentem iskolába, hogy elmentem istentiszteletre 7:30-kor, és úgy mentem a Bolyaiba. Tehát nekem is nagyon sokat jelentett, lelki támasz volt az életemben, és az volt az egyik fontos mozzanat, amikor Kálmán bácsi látta, hogy minden prédikációt leírok, és akkor Magnó szallagról leírtam a prédikációkat, és úgy tudták aztán kiadni, úgyhogy ők ezért nagyon hálásak voltak. És úgy egyre közelebb kerültem hozzájuk, és 77-ben, mikor végeztem, akkor oda felvettek tisztviselőnőnek, de hát mindent csináltunk, akkor ifi óra volt, a szerdai alkalmak azok szóltak a nők a Bibliában, de az is egy jó dolog volt, hogy minden hónap utolsó szerdáján Kozma Mátyás orgona művész orgona játékokat tartott. Tehát annyira színes. Hát ez volt a zenei műveltséget, igen, is. Ezt is behozták, igen. Akkor az ifjúságin rengetegen voltunk, hát sokszor 80-100. Egy nagy család voltunk, igen, és jól éreztük, otthonunk volt a templom. Igen. És ez olyan sokat jelentett, hogy igen, szívesen mentünk. Nagyon odafigyelt mindenkire, mindenkinek, igen, a problémáját meghallgatta, szeretettel hajolt le az asszonyok, fiatalok felé, mindenki. És ez, ami tényleg rá jellemző volt, hogy Kálmán bácsit kiegészítettem, mert Kálmán bácsinak nem volt olyan jó arc, tehát nem tudta annyira megjegyezni a neveket, meg a problémákat, és akkor Emesené mindig figyelmeztette. Erzsébet, ti konfirmáltatok falun, ugye? Bár a városi, igen, gyülekezethez, igen, tartoztatok, igen, abban az időben. Igen, falun konfirmáltam, édesanyám tanítónő volt, és pont a templom mellett lakott az igazgatónő, és akkor így biztonságosabb volt, de annak ellenére mi azért jártunk templomba. Tehát az az egy mozzanat volt az életem, ami falun történt, de ez... Hármatok életét meghatározta. A lelkész életét, a lelkész feleség életét, a lelkész feleség családterapeuta édesanya életét, és ha lett volna a hely több száz nőt behívni, biztos vagyok benne, hogy ugyanezt mondanák, hisz az előző hitéletben a női konferencián látottak, hallottak, győztek meg arról, hogy hihetetlen erős a ma is az, amit ők elindítottak, és amit szerettek volna. Kicsit ugorjunk, és nézzük meg, hogy mi van a mában. Tehát amit akkor elképzeltek, és amire emlékeztek, Emese néni elképzelése a nőszövetségek szerepéről, a nők szerepéről. Hogy látjátok ma ebből a három szempontból, hogy látjátok ma, mennyire valósult meg, tartható-e, mi az, amin javítani lehetne, kerékvágásában maradt-e a dolog? Igen, hát én egy kicsit a múltba visszamennék olyan téren, hogy én 90-ben Budapestre mentem tanulni, igen, a teológiára. És akkor abban az időszakban kerültek, itthon nem nagyon, igen, vettek fel nőket a teológiára, nem vettek, ugye? Föl, és bizonyára az Úristen nagy ajándéka volt, hogy oda kerültem, mert aztán édesapámat ott műtötték kétszer is, csontrákkal, és sok minden nehézség volt, és akkor ott kezdtem el tulajdonképpen a kórház lelkészi szolgálatukat. De az, arra akarok visszatérni, hogy 90-ben, mikor már ugye Kálmán bácsiék a püspökségre kerültek, számomra nagyon fontos volt, hogy külföldi utaikról hazajövet a budapesti Rádai utcai teológián szálltak meg. És az ajtóba
mindig volt egy kis cetli Emese néni részéről, hogy itt vagyunk, megérkeztünk, várunk. Mert ugye bár bibliaórák voltak, esténként kimentünk évfolyammal, és be voltunk osztva, melyik gyülekezetben szolgálunk, és bármilyen későn. És volt úgy, amikor bekopogtam félve, hogy biztos már lepihentek, de meghagyta, hogy de szigorúan menjek föl, és akkor hallottam, hogy mondja, szívecském, nyisd ki, mert Ildikó jött, és így szólította, igen, Kálmán bátyit és egymást, és akkor kezdtünk beszélgetni, hogy mi is van Erdélyben, hogy a nőszövetség újraindul, és akkor én hogyan tudnék majd bekapcsolódni, mert én úgy mentem el, hogy hazajövök. Valahogy erre a bíztatásra, hogy ott a helyed, el kell menjél, mert Péter apostolnak is kinyíltak a börtön ajtók, hát sokat imádkoztunk együtt, és Kálmán bácsi bátorított, hogy igen, ez arra vonatkozik, de neked itthon a helyed. És akkor mindig kérdezgettem, hogy na mi van otthon, és nyáron hazajöttem, idejöttem gyülekezeti gyakorlatra, ugyanakkor sok mindent, amit ott tanultam, azt hazahoztam magammal, és igyekeztem ugye akár a nőszövetségbe ezt életbe léptetni. A nőszövetség... akkor beindítani abban az időben? Hát sok helyen nem is indult úgy be, mint nőszövetség, hanem ezt Erzsébet el tudnám mondani, hogy női bibliaóra. És nagyon sok helyen így indult tehát el. Tehát egy olyan találkozással, ami alapot adott az összegyűlésre a nőknek, ugye? Igen, és utána aztán alakult úgymond nőszövetség. Hát végül is, amikor én 95-ben végeztem a teológiát, és kikerültem Istvánházára, a férjem Magyar Bükkösre, akkor úgymond létezett nőszövetség, de bibliaóra formájába. És akkor... Talán a nőszövetség később, tehát így. Én ugye kicsit próbálom az időt betájolni, hogy a nőszövetség, tehát hogy én is már lelkész feleségként, nagyon azt, pont az Emese néni által megírt kis füzetecskét vettem elő, mert hogy én azt éltem meg, ahogy említettem, vallásórásként is, hogy valami olyasmit üzennek és nyújtanak puszta létükkel, mint házaspár, mint lelkészek, és Emese néni különösen, ami a legtöbb átlagos családból hiányzott. És hogy akkor, a 80-as években, hát én ezeket a kulcsszavakat tudnám, hogy bátorság, merészség, hitelesség, önvállalás, örömhír, az alázatnak a teljes, tehát számomra tudod, fogalom. Tudod, mi jutott eszembe, hogy mivel lelkész is volt, nem csak feleség, nem a támasz szerepét mutatta a nőknek, hisz saját hivatása is volt. És a film az életükről, ugye, ami bemutattak itt Vásárhelyen is néhány évvel ezelőtt, meg megnézhető szerintem hozzá. Meg is néztük, a nőszövetségben is megnéztük. Az is mutatja, és abból tudjuk, hogy bizony nem volt könnyű életük. Mindezzel együtt volt édesanyja, a család nagyon fontos volt, nőként nagyon, és a fér támogatása is, hogy ez milyen sorrendben, ez most tényleg nincs időnk, hogy ezt kibeszéljük, de számomra azt üzeni, hogy igen, saját hivatás nőként, saját helytállás, és nem rangsolok az édesanyai szerep, a saját hivatásom, szolgálatom, és a férjem támogatása mellett, ugye? Egyformán szeretettel. És nagyon fontosnak éltem meg én akkor azt, hogy a személyes kapcsolat, hát hihetetlenül 100 meg több száz fiatallal, és akkor az akkori gyülekezet az több ezer tagot számlált, hogy mégis személyesen tudott üzenni mindenkinek. Én ezt kaptam legalábbis, de hogy, ahogy Ildikó is elmondta, meg Erzsébet is, de itt lehetnénk 150-en akár. Hogy tényleg a nőszövetségben ezt akarta ő elindítani, és ez azért várt egy kicsit, amíg tényleg megszületett, mert ahogy ti is mondjátok, ilyen női bibliaórák voltak, mert az, hogy nőszövetség, ez igen, a szövetség szó igen, talán igen. A lényeges, hogy mire köteleződnek el a nők, és hogy az nem elég, hogy beülünk, és a lelkész vagy a lelkész feleség, vagy valaki vállalkozó bizonyságot tesz, elolvassa az igét, mert ő ennél sokkal többet gondolt. Hogy állunk ma ezzel? Nem akarok neveket is, nem akarok összehasonlításokat, nem is ez a tisztem, nem is ez a műsor feladata, de mégis kérlek, hogy próbáljátok körülírni, hogy sikerült-e megvalósítani, hogy állunk, vannak-e ma
emblematikus alakok előttünk kell-e, hogy legyenek, ahhoz, hogy a dolgunk tegyük, ahhoz, hogy összetartók legyünk, ahhoz, hogy szövetségben legyünk egymással? Nem, például nagyon jól működik a női bibliaóra, hetente összegyűlnek az asszonyok, és igaz, azt vállaltam, hogy mindig egy-egy új lelkészt, olyan lelkészt hívok, akit még nem hallottunk, valamikor... Nőket, vagy nem feltétlenül? Nem feltétlen, nőket is. Nem feltétlen, meg szoktam színésznőt meghívni, vagy orvost, vagy zenészeket. Tehát ezek közéleti alkalmak igen. is, ugye? Igen, igen. És egyben szolgálatra buzdítják igen, az asszonyokat. Árvaházakba ugye gyűjtöttünk sokszor. Igen, tehát öreg karácsonyra, öreg otthonba. És a másik igen. pedig, hogy tényleg én, az én asszonyom lehet, hogy nem látszik annyira, de ők imádkozó közösség, és végül is erre szükség van, mert a háttérben ez a legfontosabb, hogy imádkozzunk. Én azt hiszem, a legfontosabb, hogy együtt mit éltek meg, igen. és nem az, hogy mi látszik kifele. Nagyon sok fele forgatok. És volt, hogy bejelentés nélkül is betoppantam ide-oda, és nagyon jó volt látni, hogy tésztát gyúrtak, amiből laskát készítettek, és eladták. De az a vidámság egy lakótelepi gyülekezetben, az a közvetlenség a nők között. Tehát amikor erről beszélünk, nem valami felhangon, zárt keretek között, hajbókoló nőket képzelek, és tudom, hogy nem azok vannak emögött. De nagyon fontos, hogy azok is tudják, akik most otthon ülnek és nézik a televíziót. Igen. És nem merik azt az első lépést megtenni, hogy tartozzanak valahova. Miközben nem jó egyedül lenni. Nem jó, ha elveszítjük idősebb korban, és remélhetően ugye idősebb korban a társunkat, és egyedül maradunk. Nem könnyű feldolgozni ezt egyedül, még a szűk családdal sem. Hasonló sorsban levő nők között. Én azt látom, tényleg látom, nem tudom, s hiszem, látom, hogy ez a nőszövetségek feladata. És ez is van. Vagy ezt kell erősítsük, ugye? Illetve az a Léta, hogy fogalmazta abba a kis könyvecskében, hogy mindenki megtalálja a saját helyét. Tehát, hogy ettől lesz valami szövetség, hogy én abban erősödök meg, amiben éppen én vagyok erős, amihez talentumom van, és hogy a nőszövetségben mindenki a saját helyét megtalálja, akkor a saját feladatát is megtalálja, a saját szolgáló helyét. Muszáj a pszichológust is kérdezzem egy kicsit. Hogy látod a minta, ez a fajta női minta átvivődik-e, átteleportálódik-e a gyerekeinkbe, akkor is, ha nincs ennek rögtön látható jele, de te tapasztalatból biztosan tudsz erre válaszolni. Mindenképpen igen, tehát hogy az ő mintája, az ő víziója, ha szabad ezt az új szót használni, pont az volt, hogy társadalmi szint, közösségi szinten azt a fajta együttműködést, ami egy egészséges családra jellemző, és ők erről talán keveset is beszéltek, hanem csinálták. Tehát, hogy csak úgy vettük észre, hogy ahogy mi elkezdtünk működni, az valamilyen szinten adott esetben konfrontálta saját családjainkat, de jó értelemben, vagy elkezdtünk olyan új dolgokat akár hazavinni, amire a saját szüleink rácsodálkoztak, és hogy ezt most a saját gyerekeink is nézik, és egy jól működő nőszövetség, én merem mondani, hogy Emesenén is így gondolhatta, pont attól jól működő, hogy jól érezzük magunkat, mert a helyünkön vagyunk. És ez átadható, ez átörökíthető, és ez egy erőforrás. Nagyon, és nagyon sokunknak most, amit mondtál, biztos vagyok benne, hogy nagyon erős mankó. Hisz ugyanúgy, mint a gyereknevelés, nem akkor csapódik le, hogy jól csináltuk-e, vagy nem, hanem évek múlva, amikor már sokkal nehezebb visszafordítani, vagy megélni, viszont ezek a támaszpontok, és feltételezem egy-egy ilyen találkozás is ugyanúgy, akár veled, akár a lelkésszel, akár a lelkész feleséggel, fordulhattok egymáshoz, lehet erről beszélni, lehet egymást segíteni, vagy saját példával erősíteni, ugye? Igen, és hát számomra mindig fontos volt az, hogy egy nőszövetségi alkalom, ugye az ige olvasás, az ige tanulmányozása, és éppen Emese néni volt az, aki úgy lelkészként most már a sorozatos ige hirdetések, a sorozatos bibliaórák
fontosság a Nőszövetségben is például a magányosságról beszélni, és akkor mindenki elmondja egy biblia órán, hogy hogyan éli meg, vagy akár a nőszövetségi találkozók, a Marosi Egyházmegyébe voltunk 13 évig, mint Istvánházi lelkipásztor, most a Görgényi Egyházmegyébe vagyunk, de volt olyan, hogy haldoklók lelki gondozása, gyászolók lelki gondozása, nőszövetségi témák, és akkor éppen Istvánházán volt egy olyan, hogy csoportokba oszlottunk, 20 asszony lement az iskolába, 20 a templomba, 20 a parókián, és megbeszéltük, és mindenki megnyílt, és elmondta, hogy hogyan dolgozza fel. Idikó, bocsáss meg, hihetetlenül, sőt, igen. El is fogyott az adásidőnk, de mindenképpen kérek szépen egy vagy két jelzőt tőletek ma nőszövetség, amilyennek látjátok, vagy amilyen szeretnétek, hogy legyen, és akkor ez lenne az elköszönésünk végszó, jó? Talán Bori tud hamarabb jelzőket. Hát, hogy a mai nőszövetség, én azt gondolom, hogy egy fejlődő, serdülő, és hogy igazán nővé válhat, és ezen az úton van. Nyitott legyen, befogadó, és szeretetet sugárzó. Igen, hát ez a legfontosabb, a szeretett közösség, szolgáló közösség, és a legfontosabb, hogy az ige közösségében legyünk mindig, minden alkalommal, a nőszövetségi alkalmainkon is. Istenre figyelve, arra az Úrra, aki az életünket kezében tartja és igazgatja, és hálásak lehetünk az ilyen példaképekért, mint Emese néni és Kálmán bácsi, ahogy voltak, mert nem lehet szétválasztani a kettőt. Nagyon szépen valahogy. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Önöknek pedig a figyelmet, egy hét múlva ismét találkozunk, viszontlátásra!